Jó napot kívánok! Sinkovics Csilla vagyok, a Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola matematika tanára. A mai órán a töltekről fogunk tanulni, illetve átismételjük azt, amit az előző osztályokban tanultatok, mert hogy negyedikben már volt szó a töltekről. Nézzük ma a tölt fogalmát és azt, hogy milyen töltek vannak. Kezdjük egy feladattal. Balázs meghívta három barátját egy közös pizzázásra. A pizza hányad része jutott egy-egy gyereknek, hogyha egyformán osztozkodtak? Ugye egy pizzát rendeltek, azt pedig négy felé osztották, mivel ugye Balázs és három barátja evett, azaz mindenkinek egy negyed pizza jutott, és a négy darab egy negyed pizza, az négy negyed, azaz egy egész pizza. Jó? Maga a tört. Mit is jelent ez az egyes? Őt számlálónak nevezzük, a négyest nevezőnek, és van ott egy vonal közte, ami nem más, mint a tört vonal. Melyiknek mi a szerepe? Mert hogy valamilyen szerepe van. Kezdjük a nevezővel, ami ugye most 4, mert ez az a szám, amelyik megmutatja, hogy hány részre osztottuk az egészet. Ugye gondolj vissza, az előbb a pizzát 4 részre vágtuk, és a számláló pedig a részek számát mutatja, azaz, hogy ezekből a részekből pontosan hányat veszünk. Az előző példánál ugye minden gyerek egy-egy részt kapott, azért ugye egy negyed pizzát. Nézzük kicsit matematikailag a dolgot. Az A per B alakú számot, ahol az A eleme a természetes számoknak, illetve a nullával bővített természetes számoknak, tehát ugye oda a számlálóba írhatunk nullát is, és a B eleme az ennek, azaz csak a természetes számok halmazának, ugye oda nem írhatunk nullát, akkor az ilyen számot törtnek nevezzük. Az A per B tört egy számot jelent, amellyel az A és a B természetes számok hányadosát fejezzük ki. Azaz, az A per B az nem más, mint A osztva B-vel. Jó? Tehát megállapíthatjuk, hogy a tört vonal osztást jelent. Ezt majd a későbbiekben ki is fogjuk használni. Amikor az A szám osztható B-vel, akkor az A per B tört egy természetes szám, például 9 per 3, ugye ha a 9-et elosztjuk 3-mal, az 3. Hogyha, még azt is elmondhatjuk, hogyha az az A szám eleme a természetes számok halmazának, akkor igaz az, hogy A per A, azaz, hogyha mind a két helyre, a számlálóba és a nevezőbe is ugyanazt a számot írjuk, akkor az egyenlő 1-el, és A per 1, azaz, hogyha ezt a számot 1-el osztjuk, mert ugye az előbb néztük, hogy a tört vonal osztást jelent, akkor magát a számot kapjuk vissza. Ennek az utolsó tulajdonságnak a későbbiekben is lesz majd szerepe, de nézzük a törtek fajtáját a következőkben. Valódi és áltörtek. Mi? Micsoda? Ehhez megint egy feladatot csináljunk meg először, csoportosítsuk a következő törteket, azaz válogassuk szét. Hát van itt jó sok. 1/2, 2/2, 3/2, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 1/4, 2/4, 4/4, 5/4, 7/4, 2/5, 4/5, 5/5, 11/5. Van közte ugye nagyon sokféle. Nézzük és válogassuk őket szét. Az első csoportba vegyük ki azokat, ahol a számláló kisebb, mint a nevező. Ha elkezdjük sorba venni, ugye az 1/2 az ilyen, a 2/2 nem, aztán a következő ilyen az 1/3, a 2/3, aztán tovább 1/4, 2/4, 2/5, 4/5, azokat ide föl is soroltam. Tehát ezek tartoznak ebbe a csoportba, ahol a számláló kisebb, mint a nevező, ugye le is tudod ellenőrizni. A következő csoportba tartozzanak azok, ahol a számláló egyenlő a nevezővel,
Hát ez nagyon könnyű, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, ugye ez nem más, mint az előbbiekben is említett A per A szám. Jó? Ide föl is írtam őket, és legyen még egy harmadik csoport, ugye mert maradt néhány törtünk. Oda pedig, ugye ha megyünk sorba, maradt a 3/2, azt még nem választottuk, a 4/3, az 5/3, 5/4, 7/4 és a 11/5. Ha ezeket megnézzük, akkor föl kell, hogy tűnjen, hogy ebben az esetben a számláló nagyobb, mint a nevező, de őket is ide kiírtam sorba. Jó. Nem véletlenül válogattuk szét ezeket a törteket, mert hogy az első csoportba, azaz abba a csoportba, ahol a számláló kisebb, mint a nevező, azok a törtek kerültek, ahol a tört értéke kisebb, mint egy, és az ilyen törteket valódi törteknek nevezzük. A második csoportba, ahol a számláló egyenlő a nevezővel, olyan törtek kerültek, ahol a tört értéke egyenlő egyel. Ezt ugye az előtte lévő dián is fölírtuk ezt a tulajdonságot. És a harmadik csoportba, hogyha a számláló nagyobb, mint a nevező, akkor a tört értéke nagyobb, mint egy, és az ilyen törteket nevezzük áltörteknek. Az áltörteket felírhatjuk vegyes szám alakban. Ez már megint egy új dolog. Na nézzük, mit jelent az, hogy vegyes szám? Azonban előtte meg kell jegyezni, hogy minden természetes szám felírható tört alakban, azaz a 2, 3, 5, 7, 11, bármelyik szám, hogyha az adott szám lesz a számláló, a nevező pedig egy. Ugye az előbb elmondtam, hogy az A per 1 egyenlő A számnak majd lesz még szerepe, hát ez pontosan az, hogyha az A-nak veszünk mondjuk 15-öt, 15 per 1, az ugye egyenlő 15-tel, de viszont a számolás során majd nekünk jól fog jönni a tört alakban felírt szám, azaz a 15 per 1. Jó, ide is hoztam példákat, tehát 10 az egyenlő 10 per 1-el, 26 egyenlő 26 per 1-el. Tehát nézzük akkor a vegyes számokat. A vegyes szám áll egy egész részből és egy tört részből. 11 per 5 az egyenlő 2,1/5. Én ezt már ugye átalakítottam. Az egész rész ez a 2 egész, ami nem más, mint egy természetes szám. A tört rész pedig ez az 1/5. És akkor nézzük meg, hogy hogyan kell átalakítani vegyes számmá egy törtet. Tehát alakítsuk át ezeket a törteket. De előtte térjünk vissza erre a 11/5-re. Hogy is kaptam belőle 2,1/5? Mit is mondtunk az előzőekben? Mit jelent a tört vonal? Osztást. Hát akkor osztjunk. Most ebben az esetben maradékos osztást használjunk. 11-ben az 5 megvan kétszer. Ez lesz a vegyes törtnek az egész része. Ugye ezt egy kicsit nagyobb számmal írjuk. És utána szorozzuk vissza. 2-ször 5 az 10. Hogy 11 legyen, kell még 1. Ezt írjuk a számlálóba. A nevezőt pedig átírjuk változatlanul. És akkor nézzük meg ezeket, amiket itt példának fölírtam. 18 per 5. 18-at, ha elosztjuk 5-tel, az 3, tehát ez lesz az egész rész. 3-szor 5, az 15. Hogy 18 legyen, kell még 3, és ugye a nevező változatlanul átkerül, az az 5. Tehát 3,3/5. 53 per 4. 53-ban a 4 megvan 13-szor, 13-szor 4 az 52, hogy 53 legyen, kell még 1, amit ugye ideírunk a számlálóba, a nevezőt átírjuk. 34-ben a 8 megvan 4-szer, ha visszaszorzunk, ugye 4-szer 8 az 32, hogy 34 legyen, kell 2, a nevezőt pedig átírom. És akkor itt ez folytatódik tovább egyenlő 4,1/4. Ezt hogy kaptuk? Hát úgy, hogy le kell egyszerűsíteni.
Azaz, a kettőt osztom kettővel, lesz belőle egy, a nyolcat osztom szintén kettővel, lesz belőle négy, de ezt majd egy következő alkalommal még tisztázzuk. És az utolsó tört a 44-18-ad, 44-ben a 18 kétszer van meg, kétszer 18 az 36, lesz belőle 8/18, és ugye ezt is úgymond egyszerűsítettem, az 2,49. Jó. De nem csak az áltörtet tudjuk vegyes számmal alakítani, hanem a vegyes számot is tudjuk áltörté, azaz oda-vissza működik a dolog. Nézzük meg. 3,45. Úgy csináljuk, hogy ugye az egész részt megszorzom a nevezővel, mert ugye az előbb ugye a számlálót osztottam a nevezővel, megkaptam az egész részt. Most akkor visszafelé az egész részt szorzom a nevezővel, tehát 3x5 ide is írtam, plusz hozzáadom ugye az előbbiekben kapott maradékot, az a 4, 3x5 az 15, meg 4 az 19, a nevezőt pedig ugye látod változatlanul átírjuk. Ha megfordítanánk ugye, amit az előbb csináltunk, 19-ben az 5 háromszor, 3x5, 15, meg a 4, ugye 3,45. Nézzünk itt is még egy néhány ilyen átalakítást. 8,56, azaz 8x6, az 48, meg 5, az 53. A nevezőt átírjuk változatlanul, 53/6. 5,37. 7x5, az 35, plusz a 3, az 38, a nevezőt átírom. Nagyon figyelj oda arra, hogy ne felejtsd el a számlálót hozzáadni, tehát ne csak összeszorozd az egész részt és a nevezőt, hanem add hozzá a számlálót is. 12,45, 12x5 az 60, meg 4, az 64/5. És mára körülbelül ennyi volt, köszönöm szépen a figyelmet!